Kedves lelki gyakorlatos testvéreim, és mindjárt, akik itt összegyűltünk. A lelki gyakorlatok későn alakultak ki. Tulajdonképpen miből? Valószínűleg a Szent 40 napból, a nagyböjtből. A nagyböjtnek a középpontjában nem a kereszt út van, hanem a kereszt kút. Ekkor készültek fel, a hit tanulók a keresztség szentségére. És a püspökök, papok nagyon sokszor hetente kétszer is tanították a népet, a többi pedig ott volt, és megdöbbenve hallották, hogy hát, hát ez a mi hitünk, akkor miért nem így élünk? És a Szent 40 napban szinte megújult a kereszténység. Szent Leó pápa azt mondja, hogy a 40 nap a maga gyakorlataival többet imádkozunk, böjtölünk, lemondunk, stb. Ez nem egy különzködés, hanem sűrített keresztény élet. Na most, amikor kialakultak, még a 40 napon belül is, ezek az elvonulások, amire most itt összejöttetek az egykori Ferences Kolostorunkba, a szűzanyának ezen az áldott kegyhelyén, akkor ez is az ősi szent 40 napnak egy sűrített változata. És a 40 napnak a vasárnapi evangéliumai úgy voltak felépítve, hogy az mindig valami lényeges keresztény elemre hívja fel a figyelmet, amit újra meg kell tanulni, és soha nem szabad elfelejteni. Most már két vasárnapunk volt. A két vasárnap evangéliumát most úgy olvastam át, hogy mit mond az nekünk erre a lelki gyakorlatra. Jézus elvonult a pusztába, egészen egyedül. Testvérek, higgyétek el, hogy az igazi lelki gyakorlat az, hogy mindenkit és mindent elhagyok és egyedül vagyok. Tegyétek meg egyszer. Egy székely idősebb pap testvér megcsinálta, egy hétig elment a havasokba, és azt mondja, Balázs atya, megújult a életem. Mint Jézus, hogy elment a pusztába. Miért? Egyedül akart lenni. Vagyis Istennel. Persze Istennel mindenütt lehetünk, de valahogy az a sűrített jelenlét, a magány, az egy áldott találkozás az Úrral. Persze, őszintén be kell vallanunk, hogy mi a magányhoz olyan kettős módon viszonyulunk. Néha nagyon vágyakozunk rá, de miért? Azért, mert meguntuk már a közösséget, meg a családot, de jó lenne már egyedül lenni. Hát nem ez az a magány. A magány az nem a közösség ellentéte. Nem. Majdnem, hogy a közösségben is van egy magány. Testvérek, nagyon nagy baj hogy kispapokat, szerzeteseket és a házasságra készülőket nem világosítják föl, hogy gyakorold ezt az abszolút magányt. Mert a másik ember sem lehet a te magányod, kínzó magányod csak érzéstelenítő szere. Infantilis az a, szegi, az a személyiség, gyerekes, nem felnőtt, ki nem tud egyedül lenni. A mai ember nem tud egyedül lenni. Állandóan szól a rádió, a mobil folyamatosan be van kapcsolva, úgyhogy most kapcsoljátok ki. Búcsúzzatok el az otthoniaktól, nincs mobil. Ne beszélgessünk. Ha lehetne, a közösségi alkalmakat kivéve maradjunk egyedül. Testvérek, félünk ettől az egyedül léttől, ugyanakkor vágyakozunk is rá. Mi van e mögött? Azt mondja az Úr, szeres fele barátodat, mint önmagadat. Rájöttem, és ha valami zavar bennünket az evangéliumba, szentírásba, akkor nézzünk vele szembe. Mi az, hogy szeressem önmagamat? Ez lehetetlen. Miért? Mert a szentírás értelmében a szeretet, az valakinek a szeretete. Ahhoz két személy kell, én pedig egy vagyok. Én nem tudom magamat szeretni. A magam szeretet az azt jelenti, hogy szeretem a tulajdonságaimat. Például az, hogy élni akarok minden áron. Na no, így szeresd a fele barátod, azt mondja az ószövetség, vagyis az ő életét szolgáld. Az önszeretet lehetetlen. Akkor a tulajdonságaimat szeretem, mert az két én kellene. Isten is. Ezért, ha Isten a szeretet, akkor nem lehet egyedül. Kit szeret? Ő nem a mindenhatóságát szereti, akkor egy narcisztikus, öntetszelgő, gonosz Isten lenne. Neki nem azt tetszik, hogy ő a létterjessége, hatalmas, mindenható. Szeretni csak egy másik valakit lehet. Ezért, amikor azt mondja Szent János, hogy Isten a szeretet, akkor azt mondja, hogy Atya, Fiú, Szent Lélek. Ez a kulcsa minden emberi szeretetnek. Szeres fel barátodat, mint önmagadat, ez még nem a teljes. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy gondoskodj róla. Ha beteg, akkor ápolt, ha itt összeesik, akkor karolt fel, mint ahogy a magadat, a testedet, a tulajdonságaidat, az adottságaidat gondozod, de az önszeretet szó szerint lehetetlen. És ezért kínzó is. A magányban az ember unatkozik. Ez egy szörnyű állapot. Mi az, hogy unatkozik? Nincs kedve. Nincs a létezéshez kedve. Igen, mert elszakadt az Istentől. A magányban tulajdonképpen Isten vár minket. Az, aki szereti a mi énünket, a mi személyünket. A magánynak a legvégső valósága, hogy Istennel vagyok. Ez az abszolút imádság. Ezt minden nap meg kellene tenni, ha csak egy három percre is. Nincs senki a világon, sem az égben, sem a földön, csak az én édes Teremtőm. És csak benne vannak a testvéreim. Csak benne van a férjed, feleséged, a gyerekek, azon kívül nincsenek. Isten nem irigy a mi szeretetünkre, ezt nem értik meg sokan hanem ő maga az áradó szeretet, a szent lélek. Testvérek, van valami bennünk, ami ellenáll annak, hogy merjünk egyedül lenni. Mert a magánynak vannak kínzó rétegei, olyan szobák, ami, hogyha beljebb mész, egyre szörnyűbb lesz. Majdnem, hogy az utolsó előtti az olyan magány, amely öngyilkos magány. Persze egy normális ember ez nem öngyilkos, csak itt van az unatkozás. Semminek nincs értelme. Ha most még tovább mész, ott nincs magány. Ott van az Isten. Csodálatos az az élmény, amit boldog John Henry Newman, az egykori anglikán papa, aki katolikussá lett, majd a katolikus egyház bíborosa, 16. Benedek Szenti Avatta. 14 éves fiú, amikor ott marad egy kollégiumba egyedül. Mi lesz ebből? Egy nyáron ott unatkozik, az apja nem tudja hazavinni, banki csődje miatt. És azt mondja, öreg bíborosként írja, hogy akkor rájöttem, hogy csak két valóság van. Én és az én teremtőm. Egyébként egotista alk alkat volt. Hajlamos volt az önelemzése, mindig magával foglalkozott, és ebből a legrosszabb kijöhetett volna egy önző ember. De a zseni az mindig a lényegre tapint. Nem abba mozdultál, hogy én mit érzek, én ki vagyok, engem kinek tartanak, a... honnét az én? Nem apámból és anyámból, és azt mondja, azóta Isten jelenlétének tudata sosem hagyott el. Jézus a pusztában ezért megy. Ő mindig az atyával van, de mint ember, neki is szüksége van arra, arra az éhezése és szomjúságra, arra az elhagyatottságra, ahol ki tudja mondani, mint ember, mert a teste az teremtett test hogy atyám. És ez a vallás. A vallás az kapcsolat az Istennel. Tehát nem az, hogy néha elmegyek a templomba, meg néha mondok egy imádságot, oda vágom a jó Istennek. Hanem ez az a kapcsolat, ami fenntart minket. És amikor a hittanulókat az egyház a pusztába vezeti Jézussal, valahogy ezt is megtanítja, hogy ott az atyával vagy. A fiúval és a Szentlélekkel. Ebben a három napban, testvérek, legyen egy olyan csöndes perc, amikor így vagy egyedül a te, édes Isteneddel. Ez aztán az a forrás, ami soha ki nem apad a szívünkben. Az ilyen ember tud szeretni. A mi magánykeresésünkben az van, hogy meguntuk a többieket. A közösséget meg azért keressük, mert meguntuk a magányt. Tehát nem a közösséggel van baj, és nem a magánnyal. Ez a 19. század és a 20. századi problémája. 19. század az nagyon individualista volt a vallásába is, hogy én, én, én. A 20. század pedig egymás kezét fogjuk, érezzük, testvérek vagyunk, átérezzük, egyik se. Hanem mindegyikben Istennel vagyunk. Egy közösség, amiben nincs Isten, az rettenetes magányá alakulhat. És egy magány, amelyben nincs Isten, az önpusztítóvá lesz. Az a puszta amelyet ami üdvözítünk, 40 napig végig imádkozik, értünk, az ezt is mondja. Sokszor az evangelisták szava mögött is van valami, hiszen az Úr Jézust ismerjük, és a Szentlélek vitte őt a pusztába. Hát persze, hogy megkísértse a sátán, nem. Ez hozzáteszi az evangelista, és igaza van, mert azért is félünk ettől a magánytól, hogy mindig bejön a kísértés. Tehát nem biztos, hogy az a jó lelki gyakorlat, ahol csupa szent gondolatod van, uszol az ájtatosságba, hanem olyan, hogy előjönnek a vadállatok a lelked mélyéről. Az érzékiség, az irigység, a harag nem baj. Ez van. Tehát az az igazság állapota a lelki gyakorlat. Csak Istennel legyél. És akkor azt írja Szent Márk, hogy Jézus a pusztába ment, és az állatok, kal volt. És hát azt mondják a biblikusok, ez a paradicsomi állapot. Tehát nem a vadállatok, nem ellenségként, hanem velük volt, mint ahogyan a szentek. Illés, akire szó volt itt, akinek a holló vitte az ételt. Ahogy a szent remeték, ahogy Szent Ferenc atyánk, hogy hirtelen az Istenbe merült embernek, a vadállatai, a külső és a belső megszelidülnek. Nagyon sokat lehetne még erre lelmékedni. De hogyha hiányzik a lelki gyakorlatból, a nagyböjt első evangéliuma, hogy elmegyek a pusztába, lehet persze egy-két perc is, de nagyon intenzív. Otthon is meg kell szöknöd, fiatal házasoknak is, mindenkinek, millió teendőjünk között megállni, és azt mondani, hogy Istenem, csak Te vagy az én Istenem. És én meghalok, és én elmegyek. És ez az egész teremtés a Te műved. Rád bízom magam. Vagy szavak nélkül is. Aztán az, a második vasárnap evangélium az megint a lelki gyakorlatról szól, a kereszténység lényegéről. Magam mellé vette Jézus, Jakabot Jánost és Pétert Jakabot és Jánost is fölment velük egy magas hegyre, és színében elváltozott, és Mózes és Illés is megdicsőülte jelentek meg. De amikor megszűnt ez a látomás, már nem volt ott Illés és Mózes, Jézus látták egymagát, és már nem megdicsőültem. És akkor egy záradék senkinek se szóljatok el látomásról, amíg az emberfia föl nem támad a halálból. Miért? Mert addig nem értették meg. Csak husvét és pünkösd az, amikor a zsidó ember leborul egy másik zsidó előtt és azt mondja, én Istenem! Össze-vissza beszéltek volna, hogy egy prófét, ő is ragyog. Tulajdonképpen az apostoloknál, ha igazán néha zsidó módon kéne olvasni az angéliumot. Az apostolok azon döbbentek meg, hogy Jézus Mózes és illés társaságában van. Hát ki ez a názáreti? Hogy lehet ott ezek között? És szinte, és ragyog. Igen, testvérek, a lelki gyakorlatban már beszélni kell. Erről a látomásról, mert mi husvét után vagyunk. Mi tudjuk, hogy a názareti Jézus az élő Isten fia. És kell ennél nagyobb látomás? Megirigyeljük sokszor az apostolokat, de jó lett volna ott lenni a változás hegyén? Hát tényleg, de mégse. Mert nem tudták, hogy kit látnak. Te meg tudod? Tehát a hitetben sokkal nagyobb színeváltozás van. A lelki gyakorlatban mindig fel kell ragyognia Jézus identitásának, annak, hogy kicsoda a Názáreti. És ettől átváltozik minden. Az is érdekes, hogy megdicsőlte jelentek meg Mózes és Illés. Mert a Jézus átváltozott azt is jelenti, hogy ő is a dicsőséges testbe volt. Hát akkor két teste volt? Hát minket így dicsőségre szán az Úr. Arra, hogy örökké dicsőséges testünk legyen. Tehát akkor az van, valahogy. Az jobban van, mint ez a test. Szent Pál azt mondja, hogy a külső ember, leomlik, külső sátorunk, hát öregszünk és meghalunk, a belső ember, nem a lelkünk, napról napra megújul. Nagy titkok ezek. Nagy titkok. És sok-sok összefüggése, ezen az áldott kegyhelyen, a szűz annyi kegyelmet, általa annyi kegyelmet adott az Isten, nem hallgathatom el, hogy Azért a katolikus meggyőződés az az, hogy a szűzanya szűz volt, antepártum, az Úr Jézus születése előtt, szülés előtt, postpartum, az Úr Jézus szülése után, és én pártú. Az Úr Jézus egyszerűen csak megjelent kívül. A színe változásban megtörténhetett? Testvérek, nagyobb titkok vannak itt, mint amiket egy szisztematikus teológia csak úgy földolgoz és szépen megtanuljuk. Az kell. Vannak szent atyák, akik azt mondják, hogy az evangéliumokban ott van, hogy amikor az Úr Jézus meghalt, sok szentnek a teste föltámadt, és bementek a szentvárosba, és tanúságot tettek róla. Hát utána meg ismét visszafeküdtek a zsírba. Mindenki akkor támad fel, amikor rákerül a sor. Ebben a sorban ott van a szeplőtelenül fogantatott. Akiben sosem szakadt meg az Isten kapcsolat, Mária. És Jézusnak ez a színe változása, ez azért nagy reménységünk, mert az Isten fia emberré lett, holnap éppen ezt ünnepeljük, tehát ami az ő testével történt, az velünk történt meg. Tehát megtörtént a jövőnk. Ez annyira biztos, hogy Szent Pál nem a föltámadt Jézussal akar egyesülni, mert az biztos, hanem a szenvedésében vele akarok lenni, mert vele leszek a dicsőségben is. Az Istennek ez a fölvállalás, hogy mennyire fölvállalt az ember, és, és még valami testvérek, a föltámadásból visszanézve a színeváltozásra, azért az is érdekes, hogy ruhája is ragyogott. Hát a ruhája az nem ő. Tehát akkor ez az anyagvilág is átalakul. Nincs világ vége, olyan értelemben, hogy megszűnik, hanem átalakul. Azt mondja a jelenések könyvében: A trónon ülő a Teremtő, Íme újjá teremtek mindent. Fölemeli Krisztus föltámadott testének minőségébe az anyagot. Testvérek, ez a mi kereszténységünk. Ez a mi reménységünk. Ugye kezdjük érezni, hogy amikor a hittanulókat 40 napon keresztül a vasárnapi evangéliumokkal tanították, hogy mennyire bevezették a keresztény életbe és hát még hangzik a szó is, hogy őt hallgassátok. Eddig hallgattad Cicerót, Ágoston, eddig hallgattad Buthát, sok mindent tanulhatsz, ezután senkit ne hallgass, arra vonatkozóan, hogy kicsoda az ember, kicsoda az Isten, és mi a mi eljövendő sorsunk, őt hallgassátok. Testvérek, azért a szent, ezekben a napokban, a lelki gyakorlatba azért kell, hogy legyen egy ilyen szellemi látomás, egy megújulás. Egyébként a szent helyek is ilyenek. Ugye az ötvenes években, mint kisgyerek, én is itt voltam. Az a kisgyerek is mennyire vágyakozott, hogy mikor leszek én is pap. És a szűzanya kiimádkozta. Az a szegény nép, aki ott az ötvenes években egy olyan terror alatt volt, itt ebbe a templomba szabad volt. Valamit megérzett abból, ami van, az Isten dicsőségét. Az, hogy egyszer minden jó lesz, mert minden jól van. Krisztus megváltotta ezt a világot. És hazamentek, és ahogy Pilinszki János mondja, elfogadták az elfogadhatatlant. Testvérek, Hát eddig mentünk be, eddig a, a nagyböjtbe, a vasárnapi evangéliumok így vezetnek be ebbe a három napba, mindenképpen keressétek ezt a kettőt, mert bennetek van. Egy olyan magány, amiben Istennel vagyok, és jobban leszek a többiekkel is. Testvérek, ha az ember megöregszik, és mindig imádkozik, akkor egyszer csak rájön, hogy mindig, mindenkivel együtt vagyok. Tehát hihetetlen. Tehát nem csak azokkal, akiket, itt, akik valaha, azzal jöttem ide, egy Lambert testvér, itt voltál szakács, Esztergomba haltál meg, szent életet élt ez a laikus testvér. Soha senkire rosszat nem mondott. Egész nap imádkozott. Egyváltás ruhája volt. És amikor az egyetemre hazajöttem éjszaka, átmentem az oratóriumon. Piros volt az arca, mint egy szerelmesnek, és nem tudta, hogy ott vagyok, és suttogott, hogy kedves Jézusom! Minden éjszaka, Lambi bácsi, meg a többiek, akik itt vagytok, eltemetve, akik itt éltek, velem vagytok, a meghalt szülők, a testvér, mindenki. Tehát egyszerűen az embernek a horizontja kitágul talán szerinti katolikusnak lenni, egyetemesnek. Hirtelen az Istenben való élet egy olyan végtelen közösséget nyit meg a velem együtt élő emberekkel, és a világ kezdete óta élőkkel, amilyent az ember önmagától sohasem tudna megteremteni. Amen.